A Nemzeti Művelődési Intézet a Hungarikum törvény kapcsán a rendelet szerint koordinációs szerepet kell, hogy betöltsön a települési és a megyei értéktár bizottságoknak a munkájában, illetve ott kell, hogy operatív segítséget adjon. Az Ipartestületek Országos Szövetségének a tagjai, mint a népi kézművesek, jelen vannak a településeken, és ezáltal a Nemzeti Művelődési Intézetnek is feladata, hogy azok az értékek, amelyeket mondjuk a népi kézművesség vonatkozásában az Ipartestületek tagjai, megyei, akár települési tagjai megadnak nekünk, azok bekerüljenek, és a Nemzeti Művelődési Intézet segítse ezeknek az alkotásoknak, ezeknek a mesterembereknek, a művének a települési értéktárba való bekerülését, illetve a megyei értéktárba való bekerülését, ebben van nekünk szerepünk. És ezért is kerültek ide, azt gondolom, hogy kiemelt szerepben az Ipartestületek Országos Szövetsége ez a rendezvénye, mert azt tudni kell, hogy a 19 megyei önkormányzaton kívül az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Mintamenza program és a Honvédelmi Kötelék program, illetve a Talentum program van jelen, ezáltal kiemelten az IPOSZ is, és azt a partnerséget szerettük volna itt elindítani, hogy egymásra találjon az IPOSZ is, és a különböző megyékkel vegye fel a kapcsolatot, és az érdekeiket tudják érvényesíteni pontosan ez ügyben.